Sziasztok, üdvözlök mindenkit a RL Red Rock YouTube csatornán. Itt a Dodge Chargernek az új része, a 44. rész. Mielőtt kibontom az acskót, előtte megnézzük, hogy mi a feladat, vagy micsoda. Azt mondja, még mindig a akkumulátor tartónak a második részét fogjuk csinálni. Itt van elem, stb. Ilyenek. Oké, lehet, hogy ezt már be is szereljük valahova? Nem. Jó, ezt még nem szereljük be sehova. Tehát akkor igazából nagyon sok mindent még nem. Ugye az előző rész az is egy rövid volt, mert az is egy ilyen kis szösszenet volt. Viszont egy kicsit több minden van. Majd meglátjuk. Hogy azt mondja, hogy maga itt van egy ilyen rész. Jó. Ez igen, ezek össze rá van ám itt csomózva. De tehát akkor ezt itt valahogy ki kell csak bogozni. Tehát ez az első feladat, hogy kiszedjünk mindent, mindenhonnan. Várjatok, mert még ez itt is. Hogy ezt letekerjük, így. Na, elvileg itt van a kábelezés. Jó. Maga itt van, azt mondja, hogy ide bele kell helyeznünk egy csavart. Ezt a csavart bele kell ide helyezni. Szerencsénk van, bele is esik. Úgy valahogy. Kész. Jó. Erre rámegy egy kis fedő. Tehát ne kelljen azt valami odaragasztani, hanem valami ilyesmi. Teszünk rá egy ilyen kis védő burkolatot, hogy azonnal ne essen ki. Úha, valami nagyon mini csavarral kell? Igen, hát a kérdés az, hogy azt meg tudjuk-e valamivel csavarozni. De ilyen mini csavarhúzót nem adtak hozzá. Hát nem is látom. Na nézzük, elővesszük a... Talán ezt. Megpróbáljuk ezzel. Ó, de jó. Úgy. Jó, tehát ez oda belement. Igen. Itt kezdődnek a problémák, mikor olyan kicsi az ujja az embernek. Meg nem biztos, hogy ez a csavarhúzó jó oda. De viszont másik meg most nincs is itt benne nálam. Ez, gyerekek, ez az övé. Ugye úgy kell oda raknunk? Igen, úgy. Na ez az övé. Ez az övé. Látjátok, milyen jó ez a csavarhúzószett. Fények nem az igaziak, mert már megint este van, amikor csinálom a videókat. Viszont most van még időm arra, hogy megcsináljam. Mert a jövő héten már hétköznap megint nem fogok tudni videókat csinálni. Oké. Ide-vissza van egy extra csavarunk, ilyen mini. Jó, oké. Szóval eddig elvileg ez kész. Na most kell, amit az előző részbe találtunk, így. És akkor, hogy mutatja, hogy ez így áll. Ezt ide tesszük, így. És a kapcsolót meg ide
kapcsolót meg ide. Jó. Szóval a FP-s csavarok kellenek, azokkal fogjuk ezeket lerögzíteni. Abból kell majd négy. De ez olyan rövid lesz szerintem, hogy ezt az egészet összevágom egybe. Na, nézzünk egy másik csavarhúzót. Hát nem ezt, mert ez egy hatalmas bumbúrnyek. Ez lesz az. Jó. Ó, egyszerre csak egy fiók. Extra csavarunk. És EP-s csavarból is kell kettő, hogy a kapcsolókat szépen lefogassuk. Abból is van három, tehát egy extra csavar. Egyet vissza is a zacsiba. Úgy. Szük, hogy ez jó fogja. Úgy. És a képen úgy áll, hogy ennek kell állnia. Így. Ennek így kell állnia. És ha alulról meg tudom fogni, amit nem tudok alulról megfogni, valahogy így. Így ne. Ezt is befogadni. Most azt csináljuk, hogy kicsit. Oda. Öttyintünk neki. Azzal oda. Jó, na nézzük, hogy van-e még több feladat. Ez így néz ki. És még, ha ezt ide be tudjuk tenni, de beakasszuk oda rá, és szépen, mondom szépen valahova. Na, szépen oda valahova becsavaroztuk, és kész is. Kész, ennyi. És ez kilóg. Szuper. Oké, srácok, akkor kész. Ez a rész is kész. Így, le van tudva. Maradt egy-két extra csavar, de ennyi. Semmi több. Na, srácok, akkor majd jövök a következő résszel, iratkozzatok fel, legyen szép napotok, sziasztok! Nyomjatok egy lájkot! Like-ot.